Álomszép otthon? Velünk gyerekjáték. Eszplusz Stúdió Kft. Szexárd. www.eszpluszcstudio.hu. Segítség a károsultaknak, Szexárd és a kormány is mindent megad a gázrobbanás miatt bajba kerülteknek. Összefogás, közösségi ház épül és kápolna újul meg Bonyhád Majoson. Munkásokra támadtak, hiába szól a házaspár ellen minden bizonyíték, szerintük le akarják őket járatni. Úthálózatfejlesztés, elkerülő út épül Szexárd köré. A Tolnatáj Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Minden szükséges támogatást megad a szexárdi önkormányzat a gázrobbanás károsultjainak. Ezt Ács Rezső, a település polgármestere jelentette be. Már el is kezdték szervezni, hogy a lakók az önkormányzat lakásaiba költözhessenek ideiglenesen. A robbanás miatt 20 lakásba egy ideig még biztosan nem költözhetnek vissza a lakóik. A kollégáim tegnap késő estig kint voltak a helyszínen. Minden lakást, ahova be lehetett menni, rendőrök kísérletében végigjártak, az ott lakókkal felvették kapcsolatot, megkérdezték, hogy miben tud az önkormányzat segíteni. Legtöbben egyébként a nyilászárokok a befóliázását kérték, ebben kértek tőlünk segítséget. Ez részben tegnap megtörtént, mai nap folyamán fog majd gyakorlatilag folytatódni. A tegnapi katasztrófának 5 sérültje volt, közülük már csak egy van kórházban, állapota kielégítő, mondta Ács Rezső, Szexárd polgármestere. Minden érintett számára a szükséges segítséget megadta az önkormányzat, és a segítségnyújtás mostantól addig folytatódik, amíg csak a szükség ezt megkívánja. Folyamatosan jönnek a felajánlások, ezt a humán szolgáltató központ kollégái kezelik, az önkormányzatnál a tárgyi felajánlásokat, hiszen nagyon sok érkezett ilyen formában is. A Szent Erzsébet Karitásznál pedig nyílik egy bankszámla külön kifejezetten erre a célra, amit ők fognak kezelni, de egyébként ugye a felajánlásokat általában a humán szolgáltató központ fogja össze is kezelni, majd a vállalkozói felajánlásokat pedig Vargandás kollégánk fogja össze is kezelni, és azt gondolom, hogy itt tudjuk a legoptimálisabban kihasználni. Most mindenki segíteni szeretne természetesen, nem csak Szexárdon, hanem a környékbeli településeken is, ezt megpróbáljuk úgy összehangolni, hogy a lehető legjobb megoldást tudjuk kihozni belőle aztán. Sokan voltak azok, akik nem tudtak visszamenni a lakásukba. Számukra azonnali segítséget nyújtott a város. Az önkormányzati lakásokat, a kollégiumi férőhelyeket tudtuk biztosítani, szociális főigazgatóság is felajánlott helyeket, illetve egyéni felajánlások is érkeztek, hiszen különböző apartmanok, panziók is nyújtottak segítséget nekünk. Tehát aki nem tudja igénybe venni, vagy nem tud visszaköltözni, vagy nem tud családi, baráti segítséget igénybe venni, annak az önkormányzat minden esetben biztosítja az elhelyezését és az elszállásolását is. Bizonyos szinten még az ellátását is, tehát akár élelmiszerrel töltene ellátással is. A tegnapi nap folyamán is ide a helyszínre hoztunk enni és innivalót, természetesen az itt lakók számára szerettük volna ezt biztosítani, illetve az itt a takarításban résztvevők, segítők számára biztosítottuk mindezt. Minden lakónak lehetősége van visszamenni a lakásába és összeszedni a legszükségesebbeket, mondta Balázs Gábor, a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság igazgatója. Sajnálatos módon a 3-as épület és az 5-ös épület 5-ös lépcsőházban a ingatlan tulajdonosai nem tudták újra birtokba venni. Olyan károsodást szenvedett, amit a tegnapi napon a statikus szemléje alapján úgy ítéltünk meg, hogy ebben a két lépcsőházban nem engedélyezhető a tulajdonosoknak a visszaköltözése. Viszont a mellette lévő 1-es és 7-es lépcsőházban tegnap este 7:30-ra a tulajdonosok birtokba vehették az épületet, a lakóingatlanaikat. Mindenki nyilatkozott, hogy kíván-e bent maradni, vagy megoldja a lakhatását más módon. Hozzáteszem, hogy csak úgy lehetett tegnap este folyamán visszaadni a lakóknak az ingatlant, hogy mind az áramszolgáltató, mind a gázszolgáltató végig itt volt, és biztonsági felülvizsgálatot végzett. Arra a kérdésre, hogy mi okozta a katasztrófát, még nem tudtak pontos választ adni az illetékesek, mint ahogy arra sem, hogy mi lesz az épület sorsa, ez a statikai vizsgálat eredményétől függ. Ács Rezső kiemelte, a tragédiát szenvedettek mindenben segítségére voltak a mentőegységeknek, de a válságstáb fel van készülve arra is, hogy hosszabb távon pszichés problémákkal is meg kell majd küzdeniük. Valóban a fizikai problémák megoldása az egy nagyon fontos kérdés, és az elsődleges mindenféle szempontból. Úgyhogy a humán szolgáltató központ amellett, hogy koordinálja folyamatosan a felajánlásokat, abban is segítséget nyújt, hogy megpróbálják az itt lakók feldolgozni azt a traumát, ami érte őket a tegnapi nap folyamán. Ebben is természetesen nem egy egyszeri segítséget szeretnénk nyújtani, hanem a következő
hónapokban ebben is mellettük állunk az itt lakóknak, és az ottani kollégák mindenkinek fognak segíteni a trauma feldolgozásában. Jelen pillanatban 29 lakás ingatlan vált lakhatatlanná, ebből 20 lakás tulajdonosának kell hosszú távon arra készülnie, hogy nem lesz otthona. Délelőtt Csüli János, a paksi atomerőmű bővítésért felelős tárca nélküli miniszter is Szekszárdra érkezett. Ő azt mondta, a város számíthat a kormány támogatására a helyreállítás során. Mivel nekünk térségfejlesztés is a feladatunk, mint ahogy a polgármester mondta, hogy ott is majd a BM-mel együttműködve meg tudjuk nézni, vizsgálni, hogy mit tudunk ebbe a kérdésbe. A Cseső Szekszárd polgármestere ennek kapcsán úgy fogalmazott, hogy a károk felmérése még zajlik, de már most látszik, hogy az önkormányzatnak szüksége lesz a kormányzati támogatásra. Ezt az önkormányzat saját elejében nem fogja tudni megfinanszírozni, itt a biztosítóknak a munkájára, illetve a kormányzati támogatásra is szükség lesz ahhoz, hogy a lakóknak az elhelyezését, illetve az épületeknek a helyreállítását minél korábban meg tudjuk kezdeni. Jól haladnak a paksi atomerőmű bővítés kapcsán Szekszárdra tervezett fejlesztések előkészítő munkálatai. Erről is beszélt Süli János a Tolnai megyeszékhelyen tartott sajtótájékoztatója során. A miniszter azt mondta, hogy 200 új lakást akarnak építeni Szekszárdon a régióba érkező szakembereknek. Felújítják a Baka István és a DNS Valéria általános iskolákat, valamint orvosi rendelőt építenek és a közlekedést is fejleszteni fogják. A kormány és a Bonyhádi önkormányzat is támogatja anyagilag a Bonyhád-Majosi egykori katolikus kápolna épületének felújítását. Ezzel kapcsolatban csütörtökön tartott közös sajtótájékoztatót Filóné Ferenc Ibolya, a település polgármestere, és Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár. Ezek a közfalak statikai területek is voltak, amikor ezt kivették, akkor az épület megváltozott. Annyira, hogy nagyon ráfért a felújítása jelenleg a katolikus gyülekezet által kápolnaként használt épületre. A Majosiak Értékeit Védő Egyesület gondolt egyet, és a katolikus közösséggel közösen pályázatot nyújtott be az épület felújítására és a közös hasznosításra. Bonyhádvárosi önkormányzata a célt és az értékeket támogatva 2 millió forinttal támogatta ez évi költségvetésekből ezt az egyesületet. Természetesen ez az összeg nem elég ahhoz, hogy ez az ingatlan megújulhasson, de mindenképpen jó helyre került, és bízom abban, hogy hozzájárul ahhoz, hogy itt minden úgy alakuljon ki, és úgy épüljön meg, ahogy azt ők szeretnék. A civil szervezet eszmélyisége közös nevezőt talált az egyházzal, ám az épület felekezeti hovatartozástól függetlenül szolgálja majd a majosiak érdekeit. Itt nem egy buli központot akarunk létrehozni, hanem szeretnék megteremteni annak a lehetőségét, hogy mindenki, aki Majoson a civil élet értékeit fontosnak tartsa, legyen egy normális környezete. A kezdeményezéshez kormányzati támogatást is kapott a civil közösség. Nem csak a szentmisék alkalmával gyűlnek itt össze a majosiak, katolikusok és evangélikusok egyaránt, hanem különböző városrészt érintő ünnepek alkalmával. Ezek általában egyházi ünnepek, de közösségi események is, és ezért igazából az egyházi célok mellett egy közösségi célt, vagy közösségi célokat is kialakít, vagy kielégítene ez a beruházás. Gulyás Gergely miniszter ura a saját miniszteri keretéből támogatja a beruházást 80 millió forinttal. A ház felújítása várhatóan jövő őszre készül el. Hiába érkezett vádlottként a bíróságra, ott akarta hagyni a tárgyalást egy férfi, mert szerint az ellene indult büntetőügy egy lejáratás része. A bíró magyarázta el neki, hogy vádlottként nem mehet csak úgy el. A férfi ezután sem higgadt le, végig sértegette az ügy többi érintettjét és a rendőrséget, valamint az ügyészt is. A vádirat szerint a férfi és a felesége munkásokra támadt Szekszárdon, ezért garázdaság miatt indult ellenük eljárás. Még egyszer elmondom akkor. Én meg elmondom, akkor nem leszünk részt a tárgyaláson, amennyiben lejárat, hogy ellenőrgyel folyik ellenem. Percekig tartott, amíg a bíró elmagyarázta az elsőrendű vádlottnak, hogy nem hagyhatja csak úgy ott a tárgyalást. A férfi és a felesége ellen azért indult eljárás, mert a vádirat szerint a szekszárdi önkormányzat munkásaira támadtak. A munkások épp egy letört ágat akartak feldarabolni, amikor a másodrendű vádlott nő átsétált az elzárt munkaterületen. Egy munkás utána szólt, mire ő a táskájával megütötte a férfit, majd hívta a férjét telefonon, aki perceken belül egy bottal rontott a brigád tagjaira. Nem ő akart engem stíkfülészre szétosítani?
be is indította a sárga szürkülést, és utána bedobta a világos kertben. A vádlott házaspár tagjai viszont azt állítják, hogy a munkások támadtak rájuk, és az ellenük indult nyomozás és a bíróság ügy is csak egy lejáratás részei. Az ügyésznek ezért egyszer figyelmeztetnie is kellett a férfit, hogy hamisan nem vádolhat senkit. A rendőrség és az ügyészség megpróbálja rántenni ezt ügyet. A férfi még azt sem hitte el, hogy a bírósági jegyzőkönyvvezető az gépeli le, amit ő elmondott. A bírónak ezért többször rendre kellett utasítania a szinte végig emelt hangon indulatosan beszélő vádlottat. Na most itt álljon meg nagyon gyorsan, és megvárja, amíg válaszol rám. A férfi viszont ezután sem fogta vissza magát, a bíró ezért végül kénytelen volt 50 ezer forintos rendbírsággal sújtani. A garázdaság miatt indult ügyben most nem született ítélet, arra később kerül sor. A városi forgalmat jelentősen enyhítő közúti fejlesztés kezdődhet meg hamarosan Szekszárdon. A Kesselyűsi úti elágazónál az egykori húsipari vállalatnál ugyanis körforgalmat alakítanak ki, amiből egy 3 kilométeres elkerülő út nyílik majd egészen a Tarcsai utca közepéig. Itt a Kesselyűsi úti elágazó T-alakú kereszteződésénél alakítanak ki ötágú körforgalmat. Az egyik kijárathoz egy út is épül egészen a Tarcsai Vilmos utcában található körforgalomig. Mivel a 3 kilométer hosszú szakaszon Simpár és Patak is keresztezi majd az utat, ezért felüljáró és híd is szerepel a tervek között. Csökkentjük ezzel a belvárosnak a terheltségét, csökkentjük a belváros környezetszennyezését, és tulajdonképpen ezen elkerülő út mentén, elkerülő úton majd el lehet menni gyakorlatilag a város keleti részéről egészen a déli részéig. A város most is használt elkerülő útja 1998-ban épült, mostanra már nem tudja megfelelően kiszolgálni a megnövekedett forgalmat. Horváth István Szekszárd országgyűlési képviselője azt mondja, nem csak a városban élők tudnak majd az új útnak köszönhetően kényelmesebben közlekedni, de a helyi gazdaságot is segíti a fejlesztés. Ezáltal, hogy megépül ez az új elkerülő út, ez mindenféleképpen csökkenti a baleset veszélyt, és gyakorlatilag a tranzitforgalomnak, illetve a munkába járás szempontjából, illetve kereskedelmi gazdasági szempontból egy biztonságos és megfelelő infrastruktúrát ad. Az új elkerülő út kivitelezési munkái a tervek szerint 2021-ben indulnak. Narcisz ültetéssel egybekötött hospice világnapi rendezvényt szervezett a szekszárdi Balassa János Kórház Méltósággal az út végén nevű alapítványa. 10 éve csatlakozott az alapítvány a Méltóság mezeje országos programhoz. Ez idő alatt közel 100 önkéntes segítette azokat a daganatos betegeket, akik hosszabb időt kénytelenek az intézményben tölteni. A képen látható narcisz hagymákat ültették el a szekszárdi hospice alapítvány tagjai. Nem véletlen a virágválasztás, hiszen úgy tartják, hogy a narcisz az életet szimbolizálja. Mártonné Gange Klára 15 éve segíti önkéntesként az alapítvány munkáját. Mi megerősített abba, hogy én ezen az úton nekem helyen van, és a tudásomat át tudjam adni, kamatoztatva úgy, hogy a betegek felé ott legyek, és mellettük legyek, és segítsek, mert nem csak fizikai segítségre van szükségük, hanem lelki segítségre, az odafigyelésre, a meghallgatásra, a jó szóra, a simogatásra. A 15 éve működő Szekszárdi Hospice Alapítvány 10 éve csatlakozott a Méltóság mezeje programhoz. Ez idő alatt több mint 500 embernek segítették utolsó napjait méltóságos körülmények között megélni, és ezen betegek hozzátartozóit támogatták a gyász feldolgozásában. Nagy az igény az ellátásra, hiszen lassan nincs olyan család, ahol ne lenne daganatos megbetegedés. Ezt már az alapítvány elnöke mondta, aki szerint a békében való eltávozás legfájdalommentesebb körülményeit teszik lehetővé a részlegen. Gyakorlatilag itt az volt a cél, hogy legyen egy olyan hospice osztályunk, részlegünk, ahol a gyógyíthatatlan betegek életvégi ellátása humánusabb körülmények között történjen, ahol a fájdalmat megfelelő szakemberek megfelelő módon tudják csillapítani. A Tolna megyei Balassa János Kórházban a krónikus belgyógyászati osztály részlegeként egy 13 ágyas hospice részleget alakítottak ki korábban. 41 hospice szakápoló és koordinátor dolgozik a szekszárdi kórházban. Ahogy a Zalaegerszeget, a Peac Pécset is magabiztos játékkal több mint 20 ponttal győzte le a KSC Szekszárd az idei bajnokság harmadik fordulójában. Hétvégén idegenben az első idei nagy rangadóját játssza a tavalyi ezüstérmes Diós Győr otthonában a Gyokics csapat, mely a pécsiek ellen még nélkülözte új amerikai játékosát, Marshallt.
Összességében csak egy jó negyed órája volt az irányító poszton fontos légiósát sérülés miatt nélkülözni kényszerülő Peasznak Szekszárdon. Ez egy szoros első félidőt eredményezett a fekete-fehérek számára, no meg egy hasonlóan alakuló harmadik negyedet is, amely után egy felkeményedő agresszív védekezésüknek köszönhetően 9 pontra dolgozták le a sokszor jellemző 15 pontos különbséget a pécsiek. A mérkőzés nagy részében persze a nagy kedvel, gyorsabban, szellemesebben és a szó mindkét értelmében pontosabban is kosarazó KSC Szekszárd dominált. Studer és Gyokics nem csak ponterős volt, hanem remekül megjátszották a magas embereket, így McCall, Ruzicska, Kisvirág trió sok elmozgással nem csak a palánk alatt került zicserbe, jó pozícióba. Jól nézett ki összességében a KSC, mindenki hozzátette a magáit. Még a 16. születésnapját ünneplő, saját nevelésű Miklós Melinda is a feladathoz felnőve kosarazott. Az új amerikai játékos Marshall hiányát egyáltalán nem érezte meg ezúttal a Gyokics csapat, amely a vártnál is magabiztosabban nyert 85-63-ra a Peac ellen. És a mutatott játék alapján önbizalommal várhatja az első idei nagy rangadót a hétvégén a Diósgyőr ellen, idegenben Miskolcon. Regionális híreink következnek. Fejlesztés a Balatonnál, 19 milliárdból korszerűsítik a Balaton leeresztő rendszerét. Civil pályázatok és városkép, sikeres a Miénk itt a tér és a panelszigetelő kezdeményezés. Rendezvények a Zsolnai Kert programban, 200 esemény vár kicsiket és nagyokat. ...19 milliárd forintból korszerűsítik a Balaton levezető rendszerét. Na, gyakorlatban ez a hajó zsilip, a vízleeresztő zsilip és a kiliti zsilip teljes korszerűsítését is magába foglalja. A fejlesztés eredményeként fenntarthatóbb lesz a vízkészletgazdálkodás és a vízszint szabályozás lehetősége. A munkálatok már megkezdődtek és várhatóan 2022 végére befejeződnek. Látványtervek az új Sió zsilipről, amely 2023-ban már így fogadhatja az érdeklődőket. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság és a Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság konzorciumban pályázott a leeresztő rendszer korszerűsítésére. Az Európai Kohéziós Alaptól erre 14,5 milliárd, míg a magyar államtól közel 4,5 milliárd vissza nem térítendő támogatást kaptak. Az előkészítések és a tervezések is több évig tartottak. Több éves előkészítést igényel nyilván, maga a megvalósítottsági tanulmányok, a környezethatások vizsgálata, ezek több évig tartott az előkészítés. Finanszírozása nehézségek is voltak, ezt is sikerült megoldani, tulajdonképpen kész lettünk, úgyhogy kezdődhet a munka. A tervezésnél arra törekedtek a szakemberek, hogy ne csupán egy betontömb, egy a látogatók elől elzárt üzemi terület legyen a zsilip. Éppen ezért tájépítészek bevonásával olyan terveket készítettek, amelyek akár turista csalogató látványosságként is szolgálhatnak. Amennyire lehet egy ilyen robosztus létesítmény helyett, egy kicsit jobban tájba illesztett műtárgyrendszert csinálni, az összes elemét egymáshoz integrálni. Reményeink szerint ezt fogja szeretni majd a nagy közönség, és egy attraktív dolog. Ezt a világ csinálja, és lehet azt is látni, hogy használják is, bámulják a vizet, stb. És beengedik. Tehát Ausztriában a duzzasztóműveken át lehet biciklizni, stb. Tehát reményem szerint ez egy nyitottabb dolog lesz, mint ami most van, és ezt fogják szeretni. A munkálatok már a napokban megkezdődnek, elsőként a hajó zsilip újjáépítését kezdik meg a szakemberek, majd ezt követően a vízleeresztő zsilip és a kiliti zsilip következik. A fejlesztés eredményeként az új vízleeresztő zsilip percenként 100-120 köbméter vizet lesz képes leereszteni, szemben a mostani 60 köbméterrel. Szépülhetnek a pécsi társasházak körülötti területek, egyre több zöld felület alakulhat ki a városban, valamint a lépcsőházak közös helyiségeinek a szigetelését, energiatakarékosabbá tételét is megkezdhetik. Szerdán rendkívüli közgyűlés zárta le ezt a két civil pályázatot, azonban még maradt forrás, amire újabb szervezetek, társasházak jelentkezhetnek. Lezárultak a civil pályázatok legalábbis részben, mondja az ÖPE önkormányzati képviselője. Annak a 100 milliós keretnek egy része talált gazdára, amit az ÖPE kezdeményezésével hirdettek meg a pécsi önkormányzaton két pályázat formájában. A Miénk itt a tér program címet viseli, ebbe arra pályázhattak a pécsiek civil szervezeteken keresztül,
hogy elhanyagolt közterületeket felújítanak, esetleg játszóteret alakítanak ki rajta, funkciót adnak neki, és növényesítik ezeket. 22 érvényes pályázat érkezett be a város minden pontjáról gyakorlatilag. A másik pályázat pedig a lépcsőházak közös helyiségének szigetelését, energiatakarékosabbá tételét szolgálta. Ezen a pályázaton 34 lakótömb vett részt, és sikeres pályázatokat nyújtottak be, 35 millió forint támogatást nyertek el, amihez egyébként még további 60 millió forintot tettek hozzá, vagy tesznek hozzá lakók, úgyhogy ebből is látszik, hogy ez egy sikeres program, mert megmozdította a pécsi polgárokban azt a készséget, hogy felújítsák, korszerűsítsék az épületeiket. A megmaradt 13 milliós keretre október végéig lehet még pályázni. A mostani pályázatok lezárásáról szerdán rendkívüli közgyűlésen döntött a pécsi képviselőtestület. Több mint 200 rendezvény várja az érdeklődőket Pécsen a Zsolnai negyedben. A most induló és másfél éven át tartó Zsolnai kert program sorozatban ismeretterjesztő előadások, gyermek és kézműves foglalkozások, illetve szakkörök közül választhatnak a látogatók. Az ingyenes rendezvényekre főként a pécsieket várják, cél, hogy a városban élő generációk közösséget alkossanak. Zsolnai kert címmel indul új programsorozat Pécset. A 10 millió forintos pályázati forrásból megvalósuló rendezvények kifejezetten a Baranyai megyeszékhely lakosainak szólnak, melyek a Zsolnai negyedben kapnak helyet. A projektet ismertető tájékoztatón Vince Balázs elmondta, cél, hogy a legkisebbektől a legnagyobbakig minden generáció találkozhasson és közösséget alkothasson. Ebben kell segítenünk nekünk, ebben kell segítenie egy városi cégnek, ebben kell segítenie a Zsolnai Kulturális Negyednek, hogy ne csak a munkára, hanem családra, egymásra, barátokra is legyen időnk. A SÖK NKFT ügyvezetője hozzátette, 2015 óta jelentősen megnőtt a Zsolnai negyed működtetésére elnyert pályázati forrás. Míg 4 éve 25 millió forint, addig idén már csak nem 80 millió forintot használhattak fel a különböző programok finanszírozására. Páva Zsolt polgármester szerint a mai rohanó világban kevésbé jut idő a generáció közötti kapcsolatteremtésre, amit ez a program orvosolhat. Minden olyan program, ami ezt a fajta tendenciát igyekszik kicsit visszaforgatni, számomra kedves és szimpatikus, éppen ezért örültem annak, hogy meghívtak a kedves szervezők erre a bejelentésre, hogy a Zsolnai kert program keretében másfél éven keresztül több mint 200 programra fog sor kerülni. A most kezdődő pályázat 2021 tavaszán ér véget. Addig is 14 féle programot kínálnak a Zsolnai negyed belátogatóknak, melyet 4 csoportra osztanak. Ismeretterjesztő előadásokból lesz Kircsi László úrral zenehallgatás különleges formában, régi zenékkel, amiket szinte alig lehet hallani is, és új ismert zenékkel lesznek. Zenés babás előadás Tamás Évával. Emellett kézműves foglalkozások és szakkörök is várják az érdeklődőket. A Zsolnai kert program keretében ezek a rendezvények ingyenesek, melyek a gyermekek, a családok és az idősek számára is kellemes kikapcsolódási lehetőséget nyújtanak, hangzott el az eseményen. Kőműves mestervizsgát tettek Pécsett október elején, a jelöltek kétnapos gyakorlati megmérettetésen vettek részt. A szabályozás szerint mesteroklevéllel lehet csak gyakorlati oktatást végezni, most 11 jelölt áll a vizsgabizottság elé, hogy teljesítse a feladatokat. Falaznak a kőműves mesterjelöltek a Pollák Mihály szakiskolában, itt tartották a gyakorlati vizsgájukat. Aknai László vagyok, egyéni vállalkozó, saját magam továbbképzése gyanánt. Választóra próbálkoztam azzal meg, hogy belevágjak ebbe, meg plusz szeretnék a tanulókat foglalkoztatni. A klasszikus szakmai tudást kérik számon a vizsgabizottság tagjai a jelöltektől. A feladatok erőssége az szerintünk megfelel a célnak, tehát a mesterképzésre és az oklevélre való jogosítványhoz. Elég nagy menetben vagyunk két napig, jelenleg össze-vissza forgatjuk a feladatokat, egymás után jönnek, nincs megállás, az urak párosba dolgoznak, tehát csoportos munkavégzés folyik. Összesen 11-en vizsgáztak a kőműves mesterjelöltek közül a gyakorlatban októberben. Két napig tartott a megmérettetés. Nem csak a műhelyben, hanem előtte is készültek munkák. Például ez a kerti sütő elkészítése is a feladat része volt. Végül mutatjuk újra, hogy miről szólt ma a híradó.
Segítség a károsultaknak, Szekszárd és a kormány is mindent megad, a gázrobbanás miatt bajba kerülteknek. Összefogás, közösségi ház épül és kápolna újul meg Bonyhád Majoson. Munkásokra támadtak, hiába szól a házaspár ellen minden bizonyíték, szerintük le akarják őket járatni. Úthálózatfejlesztés, elkerülő út épül Szekszárd köré. Pénteken reggel derült ég, kevés felhő, némi párásság, foltokban gyenge köd várható. Napközben változóan fátyolfelhős, napos, szűrt, napsütéses, kellemes hőmérsékletű idő alakul ki. Délelőtt előfordulhat tartósabban, erősebben fátyolfelhős időszak, majd délután a napos időig érkezik jellemzőbbnek, gyenge délnyugati szél fúj. Mára köszönöm figyelmüket, friss hírekkel legközelebb pénteken este jelentkezünk, viszontlátásra!